A Kárpát-régió üzleti hálózat ZRT a Kárpát-medencében 11 irodát hozott létre azzal a céllal, hogy a nemzetiségi érdeket figyelembe véve a magyar kis és középvállalkozások, illetve határmentén élőknek a kisvállalkozásoknak a munkáját segítse, piacot keressen, gyarapítsa őket, és ennek keretében 11. irodaként 2013. április 16-án nyílt meg a Lendvai iroda. Hogyan sikerül kapcsolatokat létesíteni itt a határ túloldalán az üzleti körökkel? Ennek többfajta útja és módja van. Egyrészt ugye a Kárpát-régió üzleti hálózatot a Nemzetgazdasági Minisztérium hozta létre, és ennek még a támogatói a HITA volt, illetve a Kereskedelmi Iparkamara, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara. A üzleti kapcsolatok építésében és a munka tevékenységének segítésében ugye országjárásokat hajtunk végre a különböző városokban, így Veszprém, Győr, Szeged, legközelebb pedig június 26-án Nagykanizsán. Ez egyik oldal a dolognak. A másik része az üzleti kapcsolatok építésének a helyi kapcsolatok építése. Itt jelesül Lendván a Muravidéki Nemzeti Önkormányzat segítségével, illetve az itt élő gazdálkodók, vállalkodók segítségével, valamint a Gazdasági Kamara és Iparkamara segítségével tudjuk ezt megoldani. Hol történik az iroda munkájának a koordinálása? A koordinálása a Kárpát-régió üzleti hálózat ZRT budapesti központján keresztül történik, ő a felügyelete az irodának, másrészt pedig az adott irodáknál a különböző vagy vegyes kamarák, vagy az adott területnek a kereskedési iparkamarája. Jelen esetben Lendván az Alamegye Kereskedési Iparkamara végzi egyrészt a tevékenységet, másrészt, ahogy mondtam már, a Kárpát-régió üzleti hálózat ZRT-nek a budapesti irodája végzi a szükséges, úgymond irányítási feladatokat. Hányan dolgoznak itt az irodában? Két fő dolgozik, jó magam, mint irodavezető, és egy munkatársam asszisztensként dolgozik itt 4 órás munkarendben a Lendvai irodában. Kik kereshetik fel az irodát, és mikor áll rendelkezésükre? Ugye itt a Lendván a Kalanyec utca 4-ben vagyunk találhatóak, amelyet a épület falánál helyezett táblák is jeleznek. Egyrészt feltüntetésre kerültek a elérhetőségeink az a külső falán is, a nyitvatartási időnk, valamint hogyha ez nem sikerül, mert éppen valahol tárgyalunk, vagy elmentünk valahova, feladat, úgy adta, hogy ki kellett mennünk az irodából, akkor pedig a telefonszámon keresztül föl tudnak bennünket hívni, vagy akár, ha nem akarnak, akkor ott a postára bele tudják dobni, hogy ki keresett bennünket, milyen számon tudjuk visszajönni, és ennek alapján tudunk így kapcsolatot teremteni. Az, hogy ki keresnek személy szerint bennünket, ez szertágazó lehet, az a kultúra, a kereskedelem, ipar, gépipar, építőipar, tehát nincs úgymond szűk lehatárolása a feladatunknak. Az a lényeg, hogy segítsük azon vállalkozások munkát, akik igénybe kívánják venni a segítségünket, illetve kéréseink szerint a különböző feladatokra segítséget kérnek tőlünk. Melyek azok a források, amelyek a tőkét biztosítják az iroda működéséhez? Egyrészt ugye a dolog kettős. Az iroda működéséhez, ahogy már mondtam, a Nemzetgazdasági Minisztérium keresztül biztosítják a működési feltételekhez a szükséges anyagi háttert, amelyet a Zala megyei Kereskedelmi Iparkamara közvetlen kapcsolattartóként biztosít a részünkre. Ez egyik része, az a működési része. A rendszernek a működéséhez viszont, hogyha itt olyan vállalkozás jelentkezik, amelynek a különböző külpiaci jutási lehetőséghez, például tegyünk fel egy ilyen példát, hogy egy magyar kis és középvállalkozó jelentkezik azzal a feladattal, hogy neki van egy terméke, szolgáltatása, amelyet tudna hasznosítani Szlovéniában, a muravidéki területeken vagy bárhol, és ehhez ő neki megvan mindenféle lehetőség elkérdésre, de szüksége van bizonyos fokú tőkére, támogatásra, lehetőségre, akkor erre a rendszerben működik a Corvinus befektetőház, valamint az Exim Bank, amely különböző formában, tartalommal feltételekkel biztosítja ezeknek a úgymond külhomba jutási feltételeit anyagi oldalról. Ugyanis kevés az a lehetőség, illetve nem divat az, hogy a kereskedelmi bankok közvetlenül direktbe egyenes támogatást olyan célra nyújtsanak, hogy Magyarországon kifele történő értékesítésre, és a kormány erre a célra hozta létre ezt a két intézetet, hogy ezeknek a anyagi forrásait különböző pályázati formákban egyáltalán elbírálva biztosítsa ezeket a rendelkezésre bocsátással még jobb feltételi működéshez.